Köszöntjük kedves nézőinket, Kucsma Barbara vagyok, Önök a Szikszó TV hírműsorát látják. Minden héten pénteken megmutatjuk Szikszó és környéke legfontosabb és legérdekesebb eseményeinek beszámolóját. Heti híradónk tartalmából röviden. Gyönyörű naplementével zárult Derzsi György szabadtéri előadása péntek délután a Szikszói Könyvtár udvarán. A népszerű művészt visszavárják a város lakói. Szorgalmasan dolgoznak a szikszói és környékbeli tanulók a 2018-as diák munkaprogramban, melyhez idén is több helyi intézmény csatlakozott. Jelenleg is zajlik a Szaló település képet meghatározó épületeinek energetikai korszerűsítése. A munkálatok tavasszal kezdődtek, és még ebben a hónapban be is fejeződnek. A szikszói Bölcsbagoly városi könyvtár meghívására ismét a városba látogatott Derzsi György, aki Lehár című egyszemélyes darabjával kápráztatta el a közönséget. A zenés délután házigazdája Kovács Gábor volt, aki évek óta jó barátságot ápol a népszerű művésszel. Vágyálmainkban hiába is tagadnák, mindannyian elindulunk a színpad felé. Önök is! Egytől egyik! Derzsi György magyar színművész, operetténekes és rendező neve nem ismeretlen a szikszói és környékbeli lakosság számára, hiszen a művész szakmájában rendkívül sikeres, és Szikszón sem most járt először. Tavaly a Szerelmem Sárdi című egyszereplős darabjával nyűgözte le a közönséget, ezúttal pedig a minden sikere ellenére magányos Lehár Ferenc szerepében lépett színpadra. Legutóbb Szerelmem Sárdi című darabommal voltam Szikszón, és hát nagyon nagy boldogság számomra, hogy eltelt egy év, és egyszer csak jött egy felkérés újra, és a Lehár című darabomat hozhatom ide Szikszóra, és egy ilyen esemény kapcsán is, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy újra itt lehetek Szikszón. Ez Lehár Ferenc életéről szól. Lehár Ferenc életének a végén a II. Világháború alatt játszódik, amikor Lehár Ferenc csomagol, és a barátai már mind Amerikában vannak, és ugye a világháború miatt hívják ki, hogy jöjjön ő is Amerikába, ahol biztonságban lenne, de ő inkább nem hagyja el a hazáját, és itthon marad, és kihasználva az ő hírnevét, túlélik a II. Világháborút. Erről szól, az utolsó éveiről szól ez a darab. Miért néz így rám? Magának talán nem tetszett? Látom a szemén, hogy csak azért vett jegyet, mert félt, hogy lemarad erről a csodáról. Ja, hogy nem félt. Azt se tudja, mi a címe. Csak a felesége miatt jött el. Lehár Ferenc arany és ezüst keringőjét hallotta. Remélem azért jól szórakoztak. Kovács Gábort kb. 4 évvel ezelőtt találkoztunk Budapesten egy rendezvényen, ahol énekeltünk. Együtt a polgármester úrral is ott találkoztam először. És akkor szerintem, lehet, hogy akkor ajánlottam én ezt a Szerelmem Sárdi című darabomat, és utána pár évre ugye kaptam a felkérést, és akkor énekeltünk együtt, és utána, ha minden igaz, akkor ma este is együtt énekelünk, vagyis hát ő nyitja meg az én előadásomat egy dallal, és a végén pedig egy közös dalt fogunk énekelni. Ó, burfi helylegény a talpán akarja kő, a csókja mész. Minden leány utána fordul, és rabja már, akire néz. De néki máslány csókja nem kell, egy csókra gondol este reggel. Kvítél édvességet merít, szeretjük az operettet, ez az egyik mérvadó dolog. A másik pedig az, hogy hát ilyet kihagyni, tehát amikor az embernek a szájában van egy ilyen műsor, az egy buta dolog, én úgy gondolom. Ráadásul ebbe az utcaiba is lakunk. A férjem ugye eléggé mozgáskorlátozott, nekünk nem áll módunkba bárhova is elmenni, és hát ezért nagyon örülünk neki, és jó lenne, ha többször lenne ilyen alkalom, hogy ezek a vidéki vénöregek is tudjanak egy kicsit szórakozni, mint a Margit szigeten lennénk, csak egy kicsit más. Ha érdekli,
elmesélem önöknek az életemet. Arról, hogy ébredtem a valóságra. Nem ez. Nem volt könnyű ébredés. Tulajdonképpen majd egy fél évszázadig tartott, mire rájöttem, hogy a siker csak illúzió. Szappanbuborék. Látom, nem értik, miről beszélek. Sikeres szerzőként filléres gondjaim vannak. Támad a kritika. Plágium vágyával újabb és újabb pereket akasztanak a nyakamba. Megles a házmester, feljelent az adóhivatal, és ami a legszörnyűbb, azt mondják, az operetnek lejárt az ideje. Menjek Amerikába. Ott talán még van igény a művészetünkre. Örüljünk neki, hogy van ilyen. Csak amikor volt a katolikus templomból, de nem tudtam elmenni, mert akkor főztem lekvárt. Úgyhogy most nagyon jó, eljöttem, mert este van, és örülök neki, hogy ilyeneket csinálnak Szikszón. Én nyugdíjas klubban járok, a Harangvirág, a Betánia szeretett otthonban. Mind, akik itt ülünk, azok. Járjunk ide, múlkor versmondás volt itt. Nagyon jó. Többet szeretnénk, ha még több lenne Szikszón. Angyal van, úgy tudom, vastag az ég, egyet küldjére, már várom Ismét nagyszerű tábori hangulatot varázsolt a szikszói uszodába Spongya Bob és Kissi együgyű barátja Patrik. A két mókás mesehős mellett a tábori segítők is sokat tesznek azért, hogy az egyhetes turnusok alatt minden gyermek jól érezze magát. Újabb izgatott gyerekcsoport vette birtokba a szikszói városi uszodát hétfőn reggel. A közel 40 fős csapat szórakoztatásáról természetesen Spongya Bob és lelkes segítői gondoskodtak. A harmadik turnus résztvevői a kézműves foglalkozásokat és az úszást élvezték a legjobban, a csütörtök esti tábortüzet és éjszakai focit pedig mindannyian nagyon várták. Én szeretek kézműveskedni, a sportcsarnokba lenni, meg úszni. Hát én már korábban is tudtam úszni, csak nem annyira nagyon jól. Odakint vannak ilyen csocsó, meg biliárdasztalok, ott szoktunk általában lenni, amikor nem esik az eső a napágyaknál. Most vagy itt először? Igen. És hogy tetszik? Nekem tetszik. Jövőre fogsz jönni? Valószínűleg. Mi a kedvenc programod? A kézműveskedés és amikor pihenünk, mert akkor beszélgetni szoktunk, és hát itt a tornaterembe is szoktunk játszani, meg biliárdozni szoktam. Nekem a foci, a kézműveskedés, az úszás, meg minden. És a holnapi itt alváson? Itt leszek. Várjátok? Igen. És olyankor mit szoktok csinálni? Hát fiúkkal beszélgetünk éjfélig. Van éjszakai foci, igen. Meg éjféli tűz. Igen, tábortűz. Voltál már korábban is itt a táborban? Igen. Neked mi a kedvenc elfoglaltságod itt a táborban? A foci, a pingpongozás és a csocsó. És úszni tudsz? Igen. Itt tanultál meg, vagy hogy már korábban is? Igen, itt tanultam meg. Hogy érzed magad? Jól. Mi a kedvenced? Az, amikor együtt lehetek a barátaimmal és játszhatunk. Legjobban az úszást, meg a focit. Mozzumbászunk éppen, meg fociztam. Itt tanultam meg úszni, szóval nagyon jól megy a hátúszás, az a kedvencem. Most csináltunk éppen egy gólyát. Vatta, egy hurkapálcka, és egy kartonlap, ilyen csőr, meg láb. No matter how hard I
Kezdetét vette az idei diákmunkaprogram Szikszón. A szorgalmas tanulók ezen a nyáron is több munkalehetőség közül választhatnak, hiszen számos városi intézmény csatlakozott a projekthez. Ezen a héten a könyvtárban, az úszodában és a szociális szolgáltató központban dolgozók feladatait térképeztük fel. Immár második éve kínál nyári munkalehetőséget szikszói diákok számára több helyi intézmény. Szikszóváros önkormányzatával együttműködve a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ, a Bölcsbagoly Városi Könyvtár, a Városi Uszoda és a Szikszói Állatbarát Alapítvány gondoskodik arról, hogy a tanulók betekinthessenek a munkavilágába és tapasztalatokat gyűjtsenek. Az idei feladatunk két részből áll. Egyrészt a könyvtári adatlapokat kell megírnunk minden beiratkozott tagról, másrészt pedig kulturális programok szervezésében veszünk részt, amit a helyi könyvtár szolgáltat a szikszói lakosoknak. Én tavaly is itt voltam, a két társam, akikkel idén vagyok, ők nem, ők most vesznek részt először ilyen diákmunkában. Én viszont a tavalyi pozitív tapasztalatok alapján úgy gondoltam, hogy idén is jó lenne a könyvtár, hogyha idén is itt vennék részt nyári munkában. Tavaly egy kicsit más volt a feladat, akkor a gyerekkönyvtári állományt kellett felvinni Excel táblázatba. Idén viszont, ugye, ahogy mondtam, a kulturális programokat, illetve az adatlapokat kell csinálgatni. Egyrészt segítettünk ötletelni, hogy mivel lehetne még feldobni a programokat, hogyan lehetne még embereket csalogatni, illetve elég sok mindent kellett csinálnunk. Például a szórólapokat, illetve a plakátokat nekünk kellett a városban széthordani, kitenni, hogy minél több embert csalogassunk elő, illetve konkrétan a pakolás részében kellett még elég sokat segítenünk. Mivel ugye hárman vagyunk, ezért jó volt, hogy több ember tud mozogni, több ember tud pakolni, széket hordani, és a végén kínálni az embereket, hogy esetleg egy kis üdítőt szeretnének, vagy marasztalni őket, hogy még a pénteki koncert után maradjanak, egyenek egy kis lángost, beszélgessenek, érezzék jól magukat. Szerintem azért jó ez az egész, mert tudok valami hasznosat is csinálni nyáron. Ilyenkor, amikor beindul a nyár, és ugye nincs olyan sok mindent csinálni, akkor érzem, hogy jó, hogy van egy hely, ahol dolgom van, ahol csinálhatok ezt-azt, illetve kipróbálhatom magam egy csomó dologban. Jó még az, hogy egy kis tapasztalatot szerzek, több embert megismerek innen Szikszóról is például, ez nekem nagyon jó. A Szociális Szolgáltató Központban vagyunk most. A házi segítségnyújtás szakmai egységnél segítenek be az intézménynek a munkájába. Tavaly volt először, hogy sor került arra, hogy 10 diák jött az intézményünkbe, és ők segítették a gondozónőket a munkájukba, illetve hát az idősek ellátásába tudtak besegíteni. Ezen az éven ők az első turnus, de lesz még két csoport, aki szintén jön majd az intézményünkbe, és ők is fognak segítkezni. A háztartás segítő szolgáltatási elemekbe tudnak besegíteni, bevásárlásba, takarításba és a beszélgetésbe. Ugye a mentális támogatás az egyik legfőbb szolgáltatási eleme az idős gondozásnak, amit leginkább igényelnek az idősek, és a lányok tapasztalata az, de majd biztosan ők is el fogják mondani, hogy ez az, amire a legnagyobb igény mutatkozik az idősek részéről. Tavaly is volt szerencsém itt dolgozni, és nekem nagyon tetszett az, hogy az idősekhez járunk, ugye a gondozónőknek segítünk a munkájuk elvégzésében, és nekem nagyon kedves emlékeim vannak, már tavalyról is, de egy ideit hadd említsek meg, amikor az egyik néni kötött nekünk horgolt egy kis terítőt, és egy ilyen kis gyertyatartót, az nagyon aranyos volt tőle. 6 órát kell ugye dolgoznunk, reggel 9-re bejövünk, ez szerintem teljesen elviselhető, ugye diákként, és 3-kor végzünk délután. Van lehetőségünk egy kicsit belekóstolni a munka világába, illetve hát a pénz is jól jön, nem utolsó sorban. Igazság szerint meglepetés volt, hogy ide kerülünk. Nem választottuk, hanem ide osztottak be minket, de így utólag nem is bánom, hogy ide kerültem.
Ennek a munkának több szépsége is lehet, de a legfőbb, amiért létre is jött az intézmény, hogy az időseknek segíthetünk. Mindenképpen átérzem most az időseknek a helyzetét, és talán majd az anyukám, vagy még hogyha élni fog, akkor nagymamáim, jobban bele tudom magam képzelni az ő helyzetükbe, és idősként, amikor elfoglalt leszek, dolgozni fogok, egyetemre fogok járni, akár messze is kerülök innen. Biztos vagyok benne, hogy a szívem vissza fog húzni, és gyakrabban fogom meglátogatni őket. Jelenleg 10 dolgozunk, párokban járunk gondozónőkkel ki a terepre az idősekhez. Reggel megérkezünk 9 órára ide a központba, aláírjuk a jelenléti évünket, majd elmegyünk egy megbeszélt helyszínre, illetve innen távozunk a gondozónőkkel a helyszínekre az idősekhez. Közel van, tehát mindenképpen jó, nem csak a szikszóiaknak, azt tekintve, hogy én például a szalúi vagyok, tehát nekem is nagyon jó munkalehetőség. Az sem utolsó szempont, hogy barátokkal, illetve a legjobb barátnőmmel dolgozhatok, és nagyon kedves a környezet. Tehát a legtöbb embert ismerem, megismerem az időseket, rám köszönnek az utcán, tehát már is jobb akkor az ember kedve. Nekünk nagy segítség, nagyon jó lányok, sok mindenben besegítenek, egy kicsit mi is tudunk pihenni, mert azért sokba besegítenek. Mosogatás, takarítás, recept, kiváltás, tehát mindenben. Nagyon szeretnek az idősek beszélgetni, és akkor így több idő jut a beszélgetésre, úgyhogy kedvelik őket. Kedvesek, aranyosak, segítőkészek. Ha majd ők is idősebbek lesznek, akkor ők is jobban átérzik ennek a helyzetnek a súlyosságát, és majd, hogyha nekik is ugye vannak rokonok, nagymamák, szülők, akkor majd ők is jobban fognak hozzájuk állni, mert most már a generációk ugye elég jól szétszakadtak, nem úgy van, mint régen, hogy ugye több generáció volt együtt, és akkor a nagymamák, nagyszülők ott voltak a családtagokkal, és besegítettek, hanem most már ugye a munka miatt elég jól szétszakadnak a családok, és akkor így az idősek egyedül maradnak, és sajnos ez így nem olyan jó nekik. Már így gyakorlat vagyok, ismerősek a feladatok, a gyerekekkel játszunk, főleg ezzel telik a nap nagy része, viszont olykor kapunk kisebb feladatokat is kint a plázs környékén. Hát ilyen kisebb kerti munkák, például a héten gyomlátunk egy kicsit, néha besegítünk másba is. Nekem azért volt fontos, mert nem itt tanulok, Pécsen tanulok, úgyhogy nem igazán vagyok itthon, és így ha például Miskolcon kellett volna munkát vállalnom, akkor elment volna azzal is a napom, hogy beutazok, hazajövök, ott vagyok egész nap Miskolcon, itt viszont úgymond ismerősek között vagyok, újra láthatok ismerős arcokat, és végig itt lehetek helyileg, vagyis helyben. A homokot gerebézzük, ezen kívül játszunk a gyerekekkel, a játékaikat készítjük elő nekik. Ezen kívül locsolni szoktunk, és a műfűves pályán a köveket szoktuk összeszedni. Tavaly nem itt dolgoztam, de most ezen az éven úgy gondoltam, hogy itt a Szikszón jó lenne a diákmunkán részt venni. Több előnye is van, mert hogy közel van, és hogy ismerősökkel lehetek. Reggel mi így 7:30-kor kezdünk, és 1:30-ig szoktunk itt lenni. Minden reggel felgerebézzük a homokot, ezen kívül kirakjuk a napágyakat, a napernyőt, a gyerekeknek előkészítjük a játékaikat, utána ők megjönnek, reggeliznek, ezen kívül utána játszunk velük, vigyázzunk rájuk. Keszthelyen szervez hittantábort a Szikszói Görög Katolikus Egyházközség görög nyár címmel. A részletekről Moldván Tibor mesélt híradónknak.
Az egyházközségünk már nagyon-nagyon régóta minden nyáron szervez tábort gyerekeknek, ugye különösen hittanos gyermekeknek, és ez alatt az egy hét alatt, ami általában egy hittantábornak az időszaka, nagyon-nagyon sok érdekes programmal találkozhatnak a gyermekek. Természetesen ugye a legelső az, hogy ezt egy picit a lelkükre is odafigyelünk, lelki programjaik vannak, imádságok, szentliturgiát végzünk ezekben a táborokban. És azért is szeretjük ezeket, mert mindig egy picit másabb, mindig ami ezekben a táborokban nagyon-nagyon fontos, hogy a gyermekek egymásra találhassanak. A mi egyházközségünk is minden évben megszervezi ezt. Évek óta jártunk már Debrecenben, Pálházán, Nyíregyházán, Budapesten, és most az idén Keszthelyre fogunk majd menni. Bízunk benne, hogy jó idő is lesz. Augusztus 13-ától 17-ig leszünk majd Keszthelyen. És ott különféle programok lesznek majd a gyermekeknek, a turisztikai látványosságoknak a megtekintése, különféle hittanos ismeretek, egy pici hittanórát is szoktunk ilyenkor tartani, ilyenkor, ami külön nagy élmény a gyermekeknek, hogy nagyon-nagyon sokáig fönnmaradhatnak, és nincs a szülői szigor, hogy le kell feküdni. Általában ezekben a táborokban egy 30-as létszámmal szoktunk menni, ebben már nagyon sokszor benne vannak a felnőtt kísérők is, hiszen ők azok, akik nekünk segítenek abban, hogy ez a tábor tényleg kerek legyen. Legtöbbször kis csapatokat szoktunk formálni, és ugye ezekben a táborokban az általános iskolásoktól egészen 18 éves korosztályig lehet jelentkezni, ahol a nagyobbak az egészen kisebbekkel is nagyon jó barátságokat tudnak és szoktak is kötni. Még hely van a tábor, ennek a tábornak a költsége 25 ezer forintba kerül, vonattal fogunk majd lemenni, hiszen most már hála Istennek Miskolctól egészen Keszthelyig és vissza is vonattal megvan oldva átszállás nélkül az utazás. Jelentkezni a táborban nálam, illetve a feleségemnél is lehet, és ugye a legjobban használt közösségi oldalon is a plakát már fölkerült, ott mindkét telefonszám megtalálható, aki még szeretne jönni, az természetesen, ha még van, lesz hely, amikor ezt a felvételt leadjuk, lesz hely, akkor természetesen szeretettel várunk mindenkit. Harmadik állomásához érkezett a Szaló pályázaton nyert fűtés és hűtés korszerűsítési munka folyamata. A felújítás részleteiről a település polgármesterét kérdeztük. Tavalyi év folyamán elnyert projektjeink egyike a településképet meghatározó épületek felújításához, illetve korszerűsítéséhez kapcsolódik. Ennek a kivitelezési munkálatoknak jelenleg a harmadik fázisában tartunk. Ez konkrétan azt jelenti, hogy mind a kultúrházra, mind pedig a tájházra elhelyezésre kerültek azok a berendezések, amelyeken keresztül az épületek hőlégbefúvásos fűtését, illetve hűtését tudjuk a jövőben megvalósítani. Ezen kivitelezési munkálatok látszanak itt mögöttem a háttérben. Jelenleg is itt vannak a kivitelezőnek a munkatársai. A mai napon a kultúrház födéme kibontásra került, és ezen a mennyezeten elhelyezésre kerülnek azok az eszközök, amelyeken keresztül a meleg, illetve a hideg levegő a későbbiekben az épületbe tud áramlani. Pályázati kiírás szerint ebben a hónapban a kivitelezési munkálatokat be kell, hogy fejezze a kivitelező. Ez álláspontom szerint meg is fog történni. Amennyiben ezek a hűtő és fűtő berendezések itt elhelyezésre kerültek, ezt követően még kettő kazán kerül beépítésre itt a kultúrházban. Az egyik vegyes biomassza tüzelésre lesz alkalmas, tehát kisbálákkal fogunk fűteni a télen, illetve egy új gázkazán is beépítésre kerül. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, Kucsma Barbarát látták a Szikszó TV 2018. évi 29. heti híreivel. Híradónk anyagait visszanézhetik a Szikszó TV Facebook oldalán, ahol megoszthatják velünk észrevételeiket, ötleteiket. Egy hét múlva friss hírekkel várjuk Önöket a viszontlátásra!